Sziasztok! Újra itt vagyunk! Tíjas beszélsz! A YouTube csatorna nézőinkhez! Nagyon sokan néznek minket, úgyhogy most jól legyünk! Jó! Szóval, Rúzsa, emlékszel Cibály Lindára? Micsoda? Cibály Kinga? Az micsoda? Tudod, az a szürke lány, az a Cibály Linda! Nem tudom, mit beszélsz. Szóval, róla láttam egy cikket, hogy 3 kilót fogyott! Egy nap alatt. 3 kiló lehetetlen. Hogyan csinálta ezt? Nem tudom, de hát tényleg hihetetlen azok után, amilyen téma volt a Norbi után. Tudod? Ja, tudom, az a törpe terrorista. Hogy fogyott 3 kilót? Mondd már meg. Ja, gluténérzékeny, és akkor nem eszik glutént, és akkor lefogyott, ezt mondta, pedig emlékszek rá, tudod, hogy ott volt abban a plázában, a Mamutban. Jaj, a Pamutban, igen, ott voltam én is mellette a vécén, hallottam, nem fogyás volt az, hanem küszködés. Hát igen, a vásárok is kirohantak, emlékszek rá, olyan büdös volt. Jaj, a bűz, mellettem robbant fel a bűzbomba. De figyelj, nem ő volt az, aki Magyarországon csinálta ezt, hogy I'm a genie in a bottle, baby. Jaj, de igen. Miau, miau. Emlékszem, az úgy volt, hogy oops, I didn't do that. Látod, már akkor megénekelte, hogy ő oops, a WC-ben fog egyet. Igen. Tényleg így volt. Jaj, volt neki valami pasia is, ilyen énekes, azt hiszem. Ja, tudom, az a Ronaldinho. Figyelj, szerinted le lehet fogyni 3 kilót 3 másod 24 perc alatt? Nem. Szerintem, hát, nem tudom. Rád férne egy kis fogyás, szerintem, Dagi. Igen, tudom, hogy rám férne. Szerintem kérdezd meg ezt a Cibály Kingát, hogy mit tud. Jó, fel fogom hívni. Megvan neked a száma? Nincs. Úgy kezdődik, hogy 06. Jaj, nincs meg, de tudja, hogy ott lesz megint a Mamutban. Csak a WC-hez kell mennünk. Ja. Még szerencse, hogy ott nem kell fizetni érte. Igen. Ingyen, pisit! Ingyen, pisit! Jaj, bezeg a Siófok plázában. Fizetni kellett. Nagyon durva volt. Jó, emlékszem, mikor néztük a Slenderman-t. Nem is volt olyan Slender, mint a Cibály Kinga. Hát igen. Ja. De neki olyan fura a szája, mint hogyha megcsípte volna valami nagy bogár. Hát igazából nem tudom, mintha tényleg nagyobb lenne. Ugye? De amikor énekelte, hogy I'm a genie in a bottle, baby, akkor nem olyan szája volt, hanem ilyen... Jaj, én nem tudom, de ezek a lányoknak mindig olyan nagyobb lesz a szájuk. Azért, mert kelebek. Lehet, hogy sokat cumiznak. Cumi, cumika! Jaj, hát ahhoz a pufókért. Én nem tudom azt, mit, hogy kell. De vajon... Hát nem tudom, mit olyan, de ez a cumi dolog biztos van bele valami, nem? Hát igen, ez tiszta szívás. Nagyon szívás. Jaj, Dagi, ilyenek ezek a Norbi update-en élők, még hogy gluténérzékeny. Azt sem tudom, mi az a glutén. Nem glutte? Én sem tudom, hogy mi az a glutén. Tudti, hogy nekem nincs közem hozzá, úgyhogy nem glutén, hanem glutő. Ja, te nézd már ott a zolygát, hogy röhög. Úristen, most csak nem valami annyira vicces, amit mondtunk? Jaj, te megverlek. Olyka! Olyka, megverlek. Olyka! Gyere, Olyka! Te is csatlakozz hozzánk, mondj valamit erről a Lindás ügyről. Linda, aranyos. Aranyos? Ő mindig karatézik, Linda. Ja, az szerintem te kevered. Jó, ja, szerintem is nem az a Linda, az, akit mondasz. Linda, karate. Fiam. De... Szerintem te összekevered az a régi sorozattal, ami a Barátok szomszéd. Olyka, figyelj csak!
szoktad Szerintem, meg? szerintem te nagyon jó barátja lennél, barátnője a Lindának, az imánynak, mert hát látom, hogy a csontjaid is látszanak, szóval ez nagyon menő, hogyha ilyen vékony vagy. Három kilót fogyott. Te meg olyan vagy három deka vagy. Te kis majom. Nekem barátom a Linda. Jajre, vicces vagy. Te vagy a barátod, te kis majom. Linda. Linda. Jaj. Kinga. Kinga. Cibaj, Kinga. De a Kingának van egy csomó barátnője. Tudod, azok az a sugárbordból. Együnk sütét, sziasztok! Olykán vagyunk, olykán. Kicsit olykán vagyunk, sziasztok! Jó, elég már! Most engem nézzünk, én érdekes vagyok nagyon! Szóval, hallod? Mi? Az a ruhamárka, az a sugárbord, ott láttam az állében. Elég legyen, már se tudom, miről beszélsz. Ebben a mondatban egy csomó idegen szó volt. Ja, de szóval, hogy ott vannak az a dukai regina, meg mit tudom én már, hogy hívják őket. Szóval ilyen szép ruhákat terveznek. Szerinted nekünk ennyi a méretünkben? Milyen dunai ebihal? Mit mondtál? Ja, dunai ebihal. Azok olyan furák. Igen. Szerintem azt hiszem, hogy Olga megette.